My student. Drága tanúncom, a darásfészeg egyre nő, a visszavonulás már nem biztonságos. Inkább figyelj és küzdj. Szóval követnem kell majd most a nyomokat. Itt vagyunk Bayouban, egyébként ez Louisianára jellemző mocsaras vidék. Louisiana déli részén található. Akkor most kövessük a nyomokat. Keressük meg a nyomokat, amit Agaté hagyott. És majd persze itt is szükségünk lesz majd a sas szemünkre, hogy eltaláljunk Agaté kunyhójához. Egyébként Agaté, ő egy Afrikából származó rabszolga volt, és a testvériség louisianai mentora. Most használjuk gyorsan a sas szemünket. Aha, ott van Agaté nyoma. Meg kell ezt is vizsgálnunk. Na szóval, búvó helye Agaténak itt a bajui mocsaras vidéken található. Fiatal korában vitték előtt rabszolgának, így került majd kapcsolatban a rabszolga tartója François McKendall volt, aki asszaszinnál képzi majd ki Agatét. És McKendall halála után tulajdonképpen Agaté veszi át a helyet, és ő lesz majd az asszaszin. Szóval Agaté hozza létre a louisianai asszaszin csoportot, amelynek tagja ugye Avelin de Grand Pré és Gerard Blanc is. Most akkor meg kell találnunk a második nyomot, az elsőt már megtaláltuk. Sas szemünk segítségével keressük meg a nyomokat. Valószínűleg, hogy a fákon kell majd nekünk játszani, pörögni. Aha, és akkor újabb nyom. Akkor úszunk át a mocsáron, csak nem fogunk elsüllyedni. És megvizsgáljuk. És akkor már csak egy nyom van hátra. Sarszem verzió megint. Oha, ide vezettek a nyomok. Valószínűleg megint pörögni kell a fákon, hogy bele ne essünk a mocsárba. Előhívom egy kicsit, akkor valószínűleg arra kell majd most mennünk. Ez az, ott van a nyom. Tappancs nyomok. És megvan. Ezt most gyorsan megvizslatjuk. És akkor most találkozunk Agatéval. És akkor itt található Agaté. Most egyet beszélünk vele, hogy Agaté kunyhójában vagyunk. Fejezet címe a hamis McKendall, és akkor segíteni kell a mentorunknak. Agaté, you wrote of the enemy? Yes. Deep in the bayou. Bayou mélyén csalók tanyáznak, és a gyökerük egyre mélyebb. Valaki François McKendallnak mondja magát, aki egyébként az én mentorom volt, vezetőm, papom, testvérem, aki megmentette az életemet. De ő meghalt tűzben.
próbáltam megmenteni. De ki lehet az a csaló, aki ennek adja ki magát Mekendálnak? Fel kell derítened. De először fel kell készülnünk. François Mekendál a mérgek mestere volt. Most adott nekem egy köpőcsövet. Messzire lőhetek vele, elesik benne az ember. De lopózva kell lesz, mint megcsinálnom, és most már egy 2 percem lesz, hogy teljesítsem ezt az etapot. Elővesszük a köpőcsövet, és akkor kút nyomva. Ez az. És akkor fel kell másznom a fára, de... Hogy fogom én azt elérni? Hova kell nekem mennem? Oda, szóval akkor ez most valószínűleg majd itt a fára kell most felmásznom gyorsan. Gyerünk, gyerünk. És akkor le kell lőnöm azt a... Ez az. Beleugrani a széna bogjába, kazalba. És akkor lelőnöm a következőt. Teljesítettük 2 perc alatt ezt a kis etapot. Most föl kell másznom szerintem megint a kunyhóba. Igen, nem akartam most nagyon elbújni. Megtaláltuk Agatét ismét. Most találkoznom kell majd a csempészekkel, és ismerőssé kell várnom, ismerkednem kell majd Bajúban, de először nézzük meg, mit mond majd most Agaté. Hamis Mekendál gyűjti követőit, csempészkedni próbál. Hát persze, hogy a pénz motiválja őket. De van egy csempésznő, Elise Lafleur. Ő mindent tud a mocsáról. Talán segíteni fog nekünk. Amikor találkoz az állítólagos Mekendállal, használd a képességeidet. Most pedig el kell jutnom a csempészeknek a rejtek helyére. Nincs is olyan messze. Vajon oda tudok ugrani arra a fára? Aha. Ez az. Mint mocsárban most nagyon.
Ups, ez egy őr. Most nem akarom inkább megölni. Nem gyilkolunk, hanem simán eljutunk valahogy. Talán a csempészhez. Csempészek rejtek helyére.